Igen, igen, Londonban élek október óta, hát azóta ott dolgozom. Kurva szar hely. Hát mit lehet elmondani Angliáról, meg az angolokról úgy általában? Hát nagyon, nagyon jó fejemberek, meg kedvesek, tényleg nagyon türelmesek, csak nem tudom mit vannak úgy oda maguktól, de most komolyan dolgozni például képtelenek. Most, hogyha tényleg összehasonlítunk egy magyar, meg egy angol embert munkában, akkor ég és föld a különbség, ez meglátszik. És nagyon meglátszik, hogy az angolok kb. Mindenben tényleg nagyon bénák, de most érted, érdemes csak leállni és összehasonlítani a két országot, hogy hogy néz ki, ugye? Hát most ez mindent elmond. Hát nagyon szeretem Budapestet, meg nagyon örülök, hogy most itthon vagyok. Csak ne lenne ilyen kurva szar idő. Borzasztó. Bocs. Figyelj, szia, visszahívlak pár perc múlva, jó? Jó, köszi. Jó, bocsi. Ja, látjátok, ilyen telefonom van, ilyen téglaszar, tényleg semmire nem jó, de esküszöm, elmentek Londonba, ott mindenkinek iPhone-ja van. A legkisebb gyereknek is felszállok a metróra, és iPhone-nal meg iPad-del izélnek, és tényleg őszintén nem tudom, hogy mire kell nekik. Nekem nem volt rá szükségem, akkor nekik minek kell? Én gyerekkoromban most őszintén mondom, olvastam, meg operába jártam, nem ilyen baromságokkal vertem el az időt. Hallod, belefájdul a fejünk a panaszkodásba, mondjál már valami pozitívat is. Ja, valami jót. Hát na, hát például a gyerekkorom az jó volt. Szóval ezt tudom mondani, ezért is nem kell nekem iPhone, elég nekem ez a Nokia. Nem kell nekem nekem okostelefon, lófasz, kinek kell? Ó, bakker. Basszus, ne aruljatok, de van egy nagyon furcsa kényszerbetegségem. Néha egyszer megtorpanok az úton, és nem tudok tovább menni. Hát megpróbáltam, de lehet, hogy itt ragadunk egy pár percre. Jó van, persze. Azért megpróbálok előrelépni. Hogy lehet még áprilisban is hóesés? Basszus. Figyelj, ma ne is haragudj. Ha 17 éve volt, akkor 17 éve volt. És miért mit gondolsz, hogy ha valaki megöl valakit, akkor x év után ez elévül? Ezt is komolyan gondolod? Nem, kérem vissza. Mondom, hogy ne mondd ezt. Ezt ne mondd. Nem érdekel, hogy nincs meg. Szerezd vissza, mert az enyém, érted? Jó. Ha? Srácod, még óvodából ismerem, elvette a Pokémonos tazomat. Tudjátok, mik voltak az, amilyen chipshez adták. Szánalmas nulla az ember. Figyeljetek, én tényleg őszintén nem vagyok rasszista, meg ez a szó már eléggé elhasznált, most ha belegondolom, tényleg mindenkire ezt mondják, hogy rasszista, és ez a szó, ez emiatt teljesen súlytalanná válik, és szerintem ebben az a probléma, hogyha valaki egyszer tényleg rasszista lesz, akkor egyszerűen már tényleg semmi súlya nem lesz ennek, és hogyan fogjuk kiszúrni a jövőben az új Hitlereket, az új Martin Luther Kingeket, az új Vona Gáborokat? Hm? Vissza Erdélyt! Bazd meg! Tényleg nagyon szép az idő. Basznál meg! Figyelj, már nem tudsz egy kicsit visszavenni a káromkodásokból? Csak hogy tényleg ne az jöjjön már át, hogy mindent utálsz. De figyelj, vér utálnék mindent, nem erről van szó, mert tényleg nagyon szép az idő, de hát bassza már meg nem. Nem? Bakker, figyeljetek már! Bakker! Azért nézd már, hogy folyik! Hát... De ez hihetetlen! Nézd már! Bazd meg! Tá! Hát ez hihetetlen! Na, a kurva villamos is! És még mindig. Hát ez hihetetlen, hogy még mindig folyik. Hát megállás nélkül, komolyan mondom.
Ez hihetetlen. Nem, hát figyelj, figyelj, tényleg nem én voltam a hibás, jó, hidd már el. Mit tudom én, hogy ki, valaki más? Esküszöm neked, hogy tényleg nem én voltam, ezt már nagyon sokszor elmondtam neked, arról nem is beszélve, hogy ilyen akkoriban, én nem is voltam arra felé, sőt, szerintem én nem is éltem, jó? Jó, hidd már el, léci. Mit tudom én, hát kérdezd meg tőle. Igen, igen, mondom, hogy ő volt, igen. Hát ott vannak a pakik, ugye? Aztán a négerek, az arabok, jó koszos bőrűek, most nem rosszból mondom. Van nagyon sok indiai, török, kaukázusi, szóval tényleg minden van, csak angol nem. Ember kimegy oda, hogy gyakorolja a nyelvet, aztán csak makogással folyamatosan. És komolyan mondom, ezek dolgoznak a Tesco-ban, mindenhol, teljes röhely. Szép az idő. A kurva életben. Ne ezt, ne csináld, mert nem fogjuk tudni leadni, de komolyan. Olyan nehéz egyszerűen csak azt mondani, hogy szép az idő, az kész. Hát... megpróbáltam. Tényleg szép az idő. Azt nem értem csak, hogy... szóval olvastam, meg hallottam is róla, hogy az 1300-as években ugye volt ez a nagy pestis járvány, és baromi sokan meghaltak, tehát így több millióan. Hát így akkoriban a higiénia nem nagyon létezett, meg az orvostudomány sem volt a toppon, és azután sem volt még egy jó ideig toppon, nem is létezett. És Magyarországon is elképesztő sok ember meghalt. Hunyadi János is azt hiszem ebben halt meg. Azt nem értem, hogy hol marad a kártérítés. Tehát most komolyan gondoljunk bele, hogy annyi ember életét befolyásolja, és befolyásolta, és mindenki csak lépne tovább, csak lépne tovább, ahelyett, hogy megállnánk, és azt mondanánk, valaki ott fenn, hogy ez így nem lehet. Hogy bevallja valaki, hogy igen, hibáztunk. És azt nem értem, hogy ez miért marad el? Már 700 éve, miért marad el? Ahogy tovább húzódik, ez egyre kínosabb lesz a kormánynak. Basszus, tényleg adjon már vissza a Pokémonos tazomat. Milyen szép az idő. Milyen szép az idő. Pont. Milyen szép az idő. Pont. Milyen szép az idő. Na végre. Hú, most srácok, mehetünk tovább csak. Tudnám merre kelni. Nincs valakinek egy okos telefon, ezen a szaron csak zseblámpa van, semmi értelmes.